Kellemes szép estét, ez itt a PikKedd. A MOLPIK Szeged és a Szeged Televízió közös havonta megjelenő magazinműsora, nézzük a mai étlapot. Nagyszerű hangulat, parád és teljesítmény. A PIK 26-23-ra legyőzte a Veszprémet. A kicsi kis rangadót nyertek, Velki Péter fiai is felülmúlták a Veszprémet. A nyáron igazolt 11 új játékos szállította ki az ajándékokat a szerencsés bérleteseknek. 19 új autóból álló flottát kapott a MOLPIK Szeged. Több mint százszoros úszóbajnokból válogatott kézilabdázó Márko Krivokapics útja Zentától Szegedig. Bemutatjuk a PIK másodedzőjét. Ez tehát a mai menü, kezdődjön a PikKedd! Köszöntöm Önöket, a PikKedd novemberi adását látják. Mi mással is indíthatnánk a mai műsort, mint az elmúlt hónap legfontosabb eseményével, a MOLPIK Szeged Veszprém rangadóval. Juan Carlos Pastor együttese parádés játékkal múlta felül az elmúlt szezon BL ezüstérmesét. Most a PikKeddben is felidézzük a derbit. Jó szórakozást! Ami viszont elengedhetetlen, bármennyire is jól védekezett a PIK a Brest ellen, ha azt meg is védni, akkor is kell extra kapus teljesítmény, hogy legyőzze a Veszprémet. Sierra! Kezdésnek nem rossz! Pedro. Balog. Szkube. Bodónak készítik elő, óriási gól! Bodó! Szkube, szép cselek, Gaber megtalálja a részt, és ott van a negyedik szegedi találat. Matej Gaber! 6-5 ellen támad. A Veszprém 12. perc ember átrányban te át a MOLPIK Szeged, Tamárszon Ilic. Sierra! Hát Szulicsnak nem nagyon volt ellenfél, Szkube könnyedén eltolta magától. De Sierra még ott volt utolsó mencsvárként. Szkube, Horbak. Horbak begyűjtés, a kipattanót bevágja. Jól van. Balog. Lassan jönhetnek majd a cserék, Szkube! Stas Szkube! Hát mit művel ez az ember a mai mérkőzésen? Hát most a szegedi publikum élteti Ancsin Gábort. Sostarics! Ez is bent van! 2-2! Tamásonnak készítik elő, Sierra! Nem lesz döntetlen a szünetben! Kamer. Egy újabb gól Mikler lábai között! Stas Szkube! 18-16! Ez a labda pedig Sostaricsé. Egy kis kényszerítő Selmannal! Sostarics! Ez is bent van! És annak idején a most nem nevezett kopjára volt junior válogatott Szulics. Kapura gurította, de pontatlanul Petrus, és belövi! Csiágus Petrus! Négyel megyünk! A Bodó Mikler párharcot egyelőre Mikler nyeri. De vajon ki nyeri a mérkőzést? Szkube. Sostarics nem volt pontos a labda, így is megoldja! Sostarics, hogy szedte össze azt a labdát? 6 perc, 57 másodperccel a vége előtt. Sierra már fogott egyet. Sigó! Ő itt fog egyet! Hú, de kellett! Látszik, hogy azért a jobb keze nincs még rendben nagynak. Horvok lerázza magáról az emberét, és gól! Csema Rodriguez visz körbe, hogy ez miért nem ítélet,
Azért nem, mert semmi nem történt. 24-21. Tud egy jó befejezést csinálni a Pik. Harva. Balog. Skube! Igen! Stas Skube! 25-22! Hárommal megyünk, 2 perc 40-nel a vége előtt! Nyolcvan másodperc tehát a Veszprém támadhat mind a két csapat teljes létszámban. Csema Pálmárszonnak készíti. Schielmann! Schielmann! Beleér ebbe a labdába! Hölgyeim és uraim! Óriási lehetőség előtt a Pik, egy perccel a vége előtt, 2-vel megyünk! 4 passz, hiszen a passzív jelzés miatt el kell lőni, és Balogh Zsolt eldönti! Megvan a mérkőzés! A MOL Pik Szeged legyőzi a Telekom Veszprém csapatát! Csema még eladja a labdát, de kit érdekel! Óriási küzdés, és a nagybetűs csapat megtöri a jeget 3 év után. Először szegedi ünneplés. A Pastoréra első mérkőzését megnyerte a csapat, és a jelenlegi utolsót is. Világszintű kézilabda volt. Októberi bajnoki program legnagyobb durranása a Veszprém elleni rangadó volt, amelyet a Pik nagy csatában 26-23-ra megnyert, úgy, hogy a nagy rivális egyetlen egyszer sem vezetett a derbin. Parádés meccs, nagyszerű teljesítmény és szegedi diadal. Ezzel a sikerrel már csak 100%-os együttes van a KNH ligában, ez pedig a MOL Pik Szeged. Balogh Zsolték csak azért nem állnak a tabella élén, mert a Veszprém 4 meccsel többet játszott eddig. Az ifjúsági bajnokságban is rendeztek a múlt hónapban egy Pik Veszprém rangadót, a kicsik is remekeltek, 30-29-re legyőzték a nagy riválist. Nem csak az ifjúsági korosztályban, szerintem minden korosztályban nagy presztízs egy Veszprém-Szeged vagy egy Szeged-Veszprém mérkőzés. Ez is az volt. Én személy szerint egy kicsit jobban izgultam, mint egy átlagos mérkőzésen, de a csapaton az látszott, hogy mindenki bátorítja egymást, és szerintem ez volt a kulcsa a mérkőzésnek. A Veszprém nagyon utánpótlás csapatai vannak, amit itt is megmutattak ellenünk. Az első félidőben a mi játékunk szerencsére jobban működött, hoztuk is a gólokat és viszonylag kevés gólt kaptunk. Bár a másik fél időben egy kicsit felkúlt a védekezésünk is, kaptunk egy piros lapot egy nagyon fontos belső védő,
és ezáltal a védekezésünk is egy kicsit felpuhult. Szabályokon belül kívül minden, hogy megy az adókapokba, úgy gondolom ez készít fel minket esetleg az NBA-re vagy a válogatottra. Hogyha a mérkőzés előtt valaki mondta volna, hogy egyen nyerünk, akkor aláírtam volna. Így a mérkőzés, ahogy zajlott, így már kevésbé, ugye 7 góllal sikerült vezetnünk az első félidőbe, amit ugye a második félidő közepéig sikerült is tartanunk, onnan viszont kicsit bealudtunk, elefáradtunk, nagyon kőkemény meccs volt, úgyhogy ezt annak a rovására írom. A MOL Pick Szeged nyári-őszi akciója volt, hogy a klub a bérletesek között kisorsolt 11 szerencsést, akik egy-egy ajándékcsomagot vehettek át. Az igazi meglepetés azonban nem a dedikált labda és a sáv volt, a kis csomagokat ugyanis a Pick nyáron igazolt játékosai adták át személyesen. Szeretném én is átadni az ajándékot, hát gratulálok a csapat nevében és a Pick Szeged nevében, úgyhogy fogad sok szeretettel tőlem. Köszönöm szépen! Átadtuk alá itt labda? Igen. Mindent alá itt. Nagyon köszönöm. Ameddig lehet, kitartunk a csapat mellett. A feleségemmel közösen van, egymás mellett bérlet. Októberben 3 BL mérkőzést játszott a MOL Pick Szeged. A Pásztor csapat a címvédő lengyel Kielcétől 2 góllal kapott ki Szegeden. Ez volt az a találkozó, amelyen Kusz szó szerint kiütötte Horvokot, így a hajrát, valamint az azt következő 2 összecsapást is az orosz klasszis nélkül vívta meg a Pick. A mérleg ebben a hónapban 1 győzelem és 2 vereség. A B csoportot a Kielce vezeti a Várdár előtt, a Löwen a harmadik, a Pick a negyedik helyen áll. Ebben a 8-asban sincs már 0 pontos csapat, hiszen az edzőváltáson átesett Zágráb a legutóbbi fordulóban megverte a Skopjét.
A MOL-Pik Szeged játékosai, valamint a szakmai stáb már évek óta a Toyota autóit használja. A klub, valamint a japán cég a Dorozsmai úti Kovács autóházban újabb egyéves támogatói szerződést kötött egymással. A Dorozsmai úti Kovács autóházban újabb támogatói szerződést kötött egymással a MOL-Pik Szeged és a Toyota. A klub játékosai, valamint a szakmai stáb 19 új autót kaptak egyéves használatra. 17 Toyota Avensis, egy Toyota Verso és egy Lexus RX került be a flottába. A klub és a világ egyik vezető autómárkája közötti kapcsolat már fél évtizedes múltra tekint vissza. Az eddigi kedvező tapasztalatoknak köszönhető, hogy az együttműködés folytatódik. Fontos számunkra, hogy az aktív sportéletet támogatva példaképeket állítsunk a fiatalok elé, és arra inspiráljuk őket, hogy ők is aktív, mozgásban gazdag életet éljenek. Ráadásul az, hogy ilyen sportolókat támogathatunk, akik valódi példaképek, ez érezhetően az elmúlt fél évtizedben is növelte a márkánk megítélését. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés a Toyota és a MOL-Pik Szeged, illetve a sportolók között. Büszkék vagyunk rá, hogy most már 5. évet, tehát azért fél évtized a Toyota mögöttünk áll. Azt gondolom, hogy azt a bizalmat megszolgáltuk, amit idáig is kaptunk a Toyotától, és ennek is a mostani autóátadás is az ékes bizonyítéka, hogy a jövőben is a Toyota mögöttünk lesz. Az én autóm az nem csak azért, mert nem Toyota, hanem Lexus, és más a színe, nem fehér, hogy egy picit kakukk tojás a többihez képest. Ugye az én autóm az aranyszínű, és mondtam, hogy remélem, hogy ez egy szimbolikus jelentéssel is bír, hogy az év végén nem csak az én autóm lesz arany, hanem az a medál is, ami a játékosok és a stárnak a nyakába kerül. Az új autók modernebbek, sportosabbak, erősebbek és nagyobbak. A felszereltségük megfelel a 21. század minden igényének. A Toyota Safety Sense technológiának köszönhetően rendelkeznek az ütközés előtti biztonsági rendszerrel, valamint a sáv elhagyása figyelmeztető rendszerrel, de emellett is számos kiegészítő segíti majd a kézilabdázókat a minél kényelmesebb és biztonságosabb utazásban. Lehetett látni a játékosok, hogy az Aurizban nem nagyon féltek el, és egy kicsit humorosnak is lehetett venni, amikor ők közlekedtek vele, és azért döntöttük egy nagyobb kategórián, hogy ők egy kicsit kényelmesebben, a komfortérzetük jobb legyen. A Tiagusnak lesz legnehezebb, így gondolom, tavaly ugye ő városi cirkálót kért, azt ők kértek, hogy már a belvárosban lakik, és hogy könnyebb legyen neki parkolni. Idén majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ügyes, meg mennyire lesz nehéz dolga, mert ugye most ő is idén Avensis kapott ugyanúgy, mint a többiek, tehát biztos, hogy nehezebb lesz már nagyobb autó, de hát valamit valamiért. Az a másik kocsi azért sokkal nagyobb, kényelmesebben elférünk benne, tényleg csúcs szuper, amit elmondtak róla, hogy szinte napfénytetőn kívül majdnem minden van benne, úgyhogy igazán várom, majd kipróbáljam. Stábunk is kipróbálta az egyik autót, Balogh Zsolt volt a sofőrünk. Nagyon kényelmes. Ugye automataváltós, úgyhogy majd át kell szoknom egy kicsit, mert általában manuális autóim voltak, úgyhogy de mindenképpen nagyon várom a tapasztalatokat vele kapcsolatban. Egy kicsit nagyobb autó, mint ugye az Auris, nyilván a parkolásban egy kicsit nehezebb lesz esetleg, de vezettem már nagy autót, úgyhogy nem hiszem, hogy gondot fog okozni. A felszereltsége miatt abszolút, tehát ez abszolút megfelel már a legújabb újítások, szinte minden megtalálható benne, tehát olyan dolgok vannak benne, ami például még egyik autóban se volt előtte, ezek a ugye, távolságtartás, hogyha elhagyod a sávot, akkor pittyeg, akkor ugye, hogyha túl közel mész, akkor automatikusan
fékez, tehát itt van benne elő egy kamera, ami figyeli a forgalmat, és hogyha túl közel mész az előtted haladóhoz esetleg, akkor megfékezi az autót, szóval eléggé biztonságos. Ez 20-30 lóerővel erősebb, mint az Auris volt, viszont egy picit nehezebb is gondolom ugye a méreteiből ítélve, de abszolút úgy gondolom, hogy lehet vele szépen haladni, nem hiszem, hogy gond lesz ugye az előzésekben, szépen visszaváltogat majd ugye az automata váltó, aztán meglátjuk. Azért olyan nagy realizásokban természetesen nyilván nem kell belemenni. Több mint százszoros úszó bajnokból válogatott kézilabdázó, Márko Krivokapić számára nagyon hosszú út vezetett el Zentáról Szegedre. Kétrészes portré beszélgetésünk első felében a MOL Pik Szeged másodedzőjével, szülővárosából egészen Valladolidig utazunk el. Márko, hát akkor egy picit már is ugrunk az időben. A MOL Pik Szeged másodedzője vagy, korábbi válogatott játékos, aki annak idején Zentán ismerkedett meg a kézilabdával. Hogyan emlékszel vissza még az első labdás edzés, az első labdás élményedben? Hát én sportoltam a kézilabda előtt is. Én 7 éves koromban kezdtem el úszni, és nagyon jó úszó voltam. Hát egy több mint százszoros szárbajnok voltam, nagyon-nagyon jó úsztam, de 13. évenben már az a szint nem volt az, amit én szerettem volna, és nem is tudtam fejlődni, mert Zentán nem voltak olyan jó medencék, nem voltak olyan jó edzők. A kézilabdát azt azért kezdtem el, mert a nagybácsom az kézilabdázott. A focit azt nem szeretem, igaz, hogy apukám focizott, de valahogy nem tetszett, nem akartam menni focira, úgyhogy kézilabdát kezdtem el. Zentán egy akkor negyedik osztályban volt a csapatunk, betonpálya, jó barátok, úgyhogy egy páran az úszással rá is mentünk a kézilabdára, ott kezdtem el, és egy fél év után nekem egy nagyon nagy szerencsém volt, mert meglátott egy játékvezető, aki engemet felajánlott egy első osztályú csapatba, a Jugovics Kács. Úgyhogy kaptam egy lehetőséget, eljöttek, megnéztek engemet, hogy játszok, aztán adtak nekem egy lehetőséget, és így ment tovább a karrierem. Akkor a tesóddal is kerültétek egymást? Zentán még játszottunk együtt, nagyon keveset, mert ő inkább úgy rekreatívan, hogyha úgy lehet mondani, gyerekként járt, meg nem is járt edzésekre, de azután Jugovicsban, ahol én játszottam, az öcsémmel megint együtt tudtunk játszani. Nyilván ott a 90-es évek azért egy elég viharos időszak volt az akkori Jugoszláviában, ti ezt hogy éltétek meg, hiszen akkor már a sport elég fontos szerepet játszott az életedben? Hát igen, nem volt. Sokat tanultam én abból, és rengeteget segít az most az én életemben, mert egy bonyolult élet volt, ahogy sportilag úgy normálisan is, mert jöttek a háborúk, nem volt pénz a sportban, de egy nagyon jó társaság volt mondjuk rá abban az első osztályban, és hát a Jugovicsban, ahol elkezdtem a professzionális pályafutásomat. Azt tudod nekünk segíteni, mert nagyon jó csoport volt, és nagyon jó hangulat volt a csapatban, úgyhogy tudtunk rengeteget fejlődni, együtt voltunk, és nagyon-nagyon nagyokat kellett harcolni, mert úgy láttuk, hogy az egyetlen út, hogy tudjunk jobban élni, vagy hogy legyen egy normálisabb életünk, mint sportoló. 2000-ben jött egy nagy váltás az életedben, először lettél idegen légiós méghozzá Portugáliában. Hogyan jött ez a lehetőség, és miért pont Portugália lett a célállomás? Hát az nagyon érdekes különben, mert 2 évet játszottam Sintelomba, Bácska Palánkán, ahol megismertem a feleségemet is. Nagyon jó csapatunk volt, harcoltunk mindig a bajnokságért és a szerb kupáért, nyertünk is egy szerb kupát. Januárban megbeszéltem egy hosszabbítást az elnökkel, de nem tettük ezt papírra, hanem így szóbeli megbeszéltük az elnökkel, de sajnos május végén az elnök
meghívott engemet egy megbeszélésre, és azt mondta, hogy új edzőn is, hogy nem számít rám, úgyhogy elég rossz helyzetben voltam, mert május végén azért nehéz volt találni csapatot, főleg külföldön. Spanyolországban külföldiek voltunk, Franciaországban külföldiek voltunk, Németországban külföldi, az azt akarom mondani, hogy a szerbek, a horvátok, az oroszok, hogyha ilyen nemzetiségű játékos volt a csapatban, akkor csak kettő ilyen játszhatott egy csapatba. Akkor már nagyon nehéz volt találni csapatot, és Madeiráról hívtak Portugáliába. Nem az volt a célom, hogy Portugáliába kövessem a pályafutásomat, de nem volt nagy választás, nem volt más lehetőség. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy elmegyek és megpróbálom azt a Portugáliát, és aztán majd igyekszek, lesz több időm találni egy jobb csapatot, vagy egy jobb bajnokságot. De amikor odaértem Madeirára, akkor nagyon meglepődtem, hogy milyen kézilabdát képvisel a Portugália, és milyen bajnokság volt ott. Úgyhogy nem bántam meg, hogy elmentem Madeirára sok dologból. Először is, mert a pályafutásomban biztos, hogy nem azon a szinten, nem olyan szintű csapatban játszottam, mint Szerbiában, de rengeteget tudtam fejlődni sportilag is, emberileg is. És persze mind a két gyerekem ott született, úgyhogy a Madeira az nekem egy különleges a pályafutásomban. Aztán végül mégis Spanyolországban kötöttél ki. Igen, a negyedik év után volt egy nagyon nagy balhé a portugál kézilabdával. Összeveszett a szövetség, akartak egy professzionális ligát csinálni, és az nem sikerült, úgyhogy rengeteg külföldi játékos elment Portugáliából, a színvonal az nagyon gyenge volt, és úgy gondoltam, hogy most már ideje mozdulni. Sikerült nekem csapatot találni, nagyon nehéz volt. Az az érdekes, hogy egy kettős olimpiai aranyérmes Vénio Lozertot kellett, ha úgy mondani, elküldeni a csapatba, hogy én tudjak jönni, mert szükségük volt egy ballövőre. Hiszen a légiós szabály még élt? Így van. Kettő még külföldi lehetett. Így van. Úgyhogy a Vénio Lozert az az érdekes, hogy akkor nem is talált magának csapatot, és ott volt, edzett velünk, vagyis hát a mi második csapatunkban edzett egy ilyen játékos, és ez mindezek a szabályok miatt azután ő talált magának csapatot. Én meg Granollersbe úgy gondolom, hogy lehet, hogy a legjobb kézilabdámat játszottam. Egy nagyon jó társaság volt, nagyon jó fiatal csapat, és Granollers egy nagyon ismert spanyol csapat, ahol lehet, hogy a legjobb kézilabda iskola van egész Spanyolországban. Ott is nagyon jól éreztük magunkat, három gyönyörű évet töltöttünk ott el, és az is érdekes, hogy az én gyerekeim a katalán nyelvet tanulták meg először. Ez érdekes. Nyilván Portugáliában még nagyon picik voltak, Spanyolországban pedig akkor először a katalán? Igen, mert Granollersbe spanyol iskola nem létezik, spanyol óvoda nincsen, csak is katalán. Úgyhogy ők két évesen indultak el a bölcsibe, mert ott három évesen kezdik az iskolát, ha úgy lehet mondani, kisiskolát. Úgyhogy egy év előbb írtuk be őket a bölcsibe, hogy tudjanak, meg tudják tanulni a nyelvet, és hogy aztán tudjanak szépen iskolába is tanulni. Úgyhogy az első nyelvük az a katalán volt, nem is a szerb, hanem a katalán. Viszont a spanyolt bőven tudták gyakorolni, hiszen 9 évet eltöltöttek összesen. Igen, tovább aztán mentünk Szaragózába és onnan Valladolidba, úgyhogy 9 évet voltunk Spanyolországban. Amit a nyelvet Granollersbe, a fiam az beszélte mind a két nyelvet, de a lányom nem, úgyhogy amikor elmentünk Zaragozába, akkor a kislányom nem tud a spanyolul, ez nagyon érdekes volt, mert azt mi nem tudtuk, mert otthon nem beszélünk spanyolul. Elment az iskolába, és hívtak az iskolába, hogy a gyerek nem viselkedik jól, nem fogad szót, de az volt aztán a gond, rájöttek, hogy ő nem tud spanyolul, amit mi persze nem tudtunk, úgyhogy újra kellett tanulni még egy nyelvet, de nagyon gyorsan megtanulták
vagyis hát ő megtanulta a spanyol nyelvet. Valladolidban már Juan Carlos Pastor kezei alatt kézilabdázhattál. Nyilván akkor már világos volt előtted, hogy micsoda kiváló szakember a mestered. Hát nekem volt egy tapasztalom 2000-ben, mielőtt elmentem Madeirára, abban az évben játszottunk a Valladolid ellen egy Challenge Cup elődöntőt, és a Valladolid ellen játszottunk. Nagyon örültünk nekik, hogy őket húztuk ki, mert a másik a Gummersbach volt, vagy a Grosswastadt, és nem tudom melyik volt a negyedik pontosan, de egy nagyon erős csapat. De sajnos 11 vagy 12 góllal kaptunk ki Valladolidba, úgyhogy én már akkor megismertem a pásztormestert még 2000-ben, és tapasztaltam a valladolidi hangulatot és a kézilabdát. De 2008-ban, amikor elmentem Valladolidba, igazán akkor ismertem meg a rendszert, az egész stílust, amit képvisel a csapat, és szerencsém volt, hogy egy olyan nagy csapatba tudtam befejezni a pályafutásomat. Íme a novemberi program. A PIK 5 mérkőzés játszik ebben a hónapban. A BL menetelés celjében kezdi az együttes, majd később idegenben, egy héttel később pedig hazai pályán is összecsap a svéd Christian Stadttal. A Bajnokok Ligája program közben két hazai bajnoki vár majd Balogh Zsoltékra, a Cegléd, illetve a Balmazújváros ellen. És akkor nézzük, hogy melyik volt az elmúlt egy hónap legszebb jelenete. A MOL PIK Szeged a Kielce elleni BL meccs előtt búcsúztatta el szeretett gyúróját, Pióker Sándort, Pikit. Piki a futballból igazolt át a kézlabdásokhoz. Pióker Sándor 22 éven át szolgálta az együttest. Nem véletlenül lett az elmúlt hónap jelenete. Mi mást is mondhatnánk? Piki, mindent köszönünk! Ennyi fért bele a novemberi pikketbe. Decemberben ismét jelentkezünk. Csak előre! Csak előre!